Vendégelőadások is lesznek az új színházi évadban. A Móri Zsigmond Színház októbertől 5 nagy színpadi előadással készül, lesznek zenés darabok is. Akik egy kicsit vidámabb színművekkel akarnak bemelegíteni a színházi idényre, már megvették a Vidor jegyeket. Pár nap múlva kezdődik a fesztivál. A színpad már a szokásos helyén, még 2 nap is indul a Vidor Fesztivál. A zenei kínálat változatos, garantáltan megtelik majd a Kossuth tér a koncerteken. Az összművészeti fesztivál az év legrangosabb eseménye a megyeszékhelyen. Az idén Katarina Mazzetti svéd irónő szavaival invitálja a Vidor csapat a nézőket. A nevetés tisztít és gyógyít, rendszeres adagokban írnám fel receptre, mondja az írónő. Az idén is, ahogyan már évek óta, hamar elkeltek a jegyek a színházi előadásokra. A színházi versenyprogram színes lesz. Ismert, kedvelt társulatoknak, színészeknek tapsolhat a közönség. Hernádi Judit, Kern András, Kovács Patrícia csak néhány csalogató név, de a kamara is tartogat bőven meglepetéseket. A Vidora megye számos helyszínén zajlik egy héten át. Felnőtteknek és gyerekeknek kínálnak kikapcsolódást. A készülődéssel egy időben kedden társulati üléssel megkezdődött a Móri Zsigmond Színház új évada. 35 évvel ezelőtt lett önálló társulata a teátrumnak, ebből az alkalomból ünnepi vendégelőadások is érkeznek majd. Az első nagy színpadi bemutató a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című musical lesz, amely az 1973-as Víg Színházi bemutató óta siker a hazai színpadokon. Kirják Róbert, a Móri Zsigmond Színház ügyvezető igazgatója a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát akkor folytassuk talán itt ugye az első előadás, a Képzelt Riport. Maga a következő évadnak a repertoárja hogyan állt össze, milyen célokat tűztek ki maguk elé? Ketté választanám a felnőtteknek szóló bérleteinket, ugye a nagy színpad, illetve a Krúdi Kamara. Nagy színpadon 2 zenés darab lesz, rögtön kezdünk a popfesztivállal, amiről most lehetett is hallani néhány szót. Ugye darabot nem kell bemutatni, mindenki ismeri, több mint 40 éve játsszák sikerrel a színházak. Biztos vagyok benne, hogy Nyíregyházán is nagyon fogják szeretni. Annyi különlegessége van, hogy Borlai Gergő a Presser Gáborral együttműködve kicsit megújította ezeket a zenéket, felfrissítette a hangzást, és kicsit a történetet is Tasnádi Csaba rendezésében próbáljuk újítani. A második bemutató az Emilia Gallotti, egy komolyabb dráma, zenés után egy komolyabbra váltottunk, de rögtön követi a Függöny fel Puskás Tivadar rendezésében, illetve a negyedik bemutató egy rég nem látott rendező, Göttinger Pál fogja a Castel Felicét megrendezni. Ez egyébként nagyon nagy támogatást is kapott, mármint állami támogatást, 56-os emlékév, illetve Nemzeti Kulturális Alap is támogatta ezt az előadást. Tulajdonképpen ez a 8 56-os menekült Castel Felice nevű hajón eltöltött rövid idejét mutatja be egy nagyon izgalmas aspektusból, és végül, de nem utolsó sorban a Hello Dolly, a sokak által jól ismert és közkedvelt Szente Vajk rendezésében kerül bemutatásra. Itt a Horváth Margit játsza a címszerepet, tehát én úgy gondolom, hogy egy éveken keresztül jól futó musicalt láthat majd a közönség. Krúdi Kamaránál annyi változást mindenképp szerettem volna, hogy a közönséget szerettem volna visszahívni, visszacsalogatni. Sajnos az utóbbi években nem sikerült növelni, egy kicsit még vissza is esett a kamara színpadnak a látogatottsága. Most sokkal inkább közönségbarátabb darabokat láthatnak a nézők. Itt az első cím az tulajdonképpen egy kicsit ijesztő lehet azoknak, akik könnyed előadást várnak. Ugye a Sirály címet mindenki Csehovval köti össze, de ez nem a Csehov tollából származó előadás. Ez a Sirály nem az a Sirály. Akunyin nevű szintén orosz író írta. Ott folytatja a történetet, ahol Csehov abba hagyta, de egy krimiszerű történet fog kialakulni az ő elképzeléséből. A második bemutató tavalyi nagy sikere után Taurin Trauma rendezője Old Tamás fogja az I Love You című nagyon kisvidám zenés könnyed darabot műsorra tűzni.
Ezt követően szintén egy nagy visszatérünk lesz a Koltai M. Gábor, aki sok éven keresztül rendezett nálunk, és többször jutottunk el Pécsi Országos Színházi Találkozóra az ő rendezésével. Most a főfőnököt láthatja majd a közönség. A főfőnökről annyit kell tudni, hogy 5 évvel ezelőtt a Vidor Fesztivál fődíját kapta meg, akkor a katonai, illetve a, nem a Katona József, hanem a Radnóti Színház hozta el Nyíregyházára, és óriási közönség siker volt. Most ezt az előadást a nyíregyházi nézők a saját színészeinkkel fogják látni. Én azért annak örülök, hogy nyíregyházi kötődésű egykori színészek, vagy még jelenlegi színészek is saját darabokkal itt most már megjelennek, és visszajönnek a régi színházukba. A társulatban van-e változás ebben az évadban? Nagy változás nincsen. Vaszkó Bence kapott egy szerződést a József Attila Színházból, ő gondolta úgy, hogy Pesten szeretné kipróbálni magát, úgyhogy neki sok sikert kívánunk, ez karrierjében biztos, hogy egy nagy mérföldkő lehet. De ő is rendezget, úgyhogy hát ő is rendezget, úgyhogy még akár rendezőként is viszont láthatjuk. Az utoljára említett főfőnök című előadásban egyébként egy szerepet adtam neki, úgyhogy azért egy darab erejéig viszont láthatjuk. Illetve a Bála Savoyban, ami műsoron van tartva, ott is látható még Bence. Ha visszatérőkről esett szó, a Gáspár Tibor nevét mindenképp meg kell említsük, aki nagyon sok darabban nagyon nagy közönségkedvenc volt, most a Sirályban kezdte meg a próbákat a hétfői naptól. Illetve Vicei Zsoltot említeném még, akit csak félig meddig nevezek vendégnek, mert ő majdnem minden évadban nálunk van. Visszajáró. Igen. Idén 35 éves a társulat. Gondolom azért megint láthatunk úgymond visszatérőket a 35 év alatt. Nagyon sokan megfordultak ebben a színházban. Igen, láthatunk visszatérőket, de a 35. évet tulajdonképpen két színház köszöntésével szeretnénk megünnepelni, ami nagyon jól esett nem csak a színház vezetésnek, de a városnak is, úgy gondolom, hogy a Nemzeti Színház szeretné tiszteletét tenni Vitéz Lélek című előadással, úgyhogy ha a szervezési folyamatok úgy haladnak, hogy elképzeljük, ezt októberben láthatja a közönség, illetve a Szatmárnémeti Északi Színház Mágnás Miskával jönne Nyíregyházára, úgy gondolom mind a két előadás ennek az évfordulónak egy méltó köszöntése lehet. Hogyan lehet ezt a 35 évet értékelni? Pillanatnyilag az elmúlt 35 év viszonylatában milyen korszakát éli most a színház? Én 15. évadomat kezdem meg a színháznál, tehát leginkább ezt a 15 évet tudom értékelni. Az azt megelőző 20 évben szintén büszke lehetett Nyíregyháza a színház életére, a társulatára. Mindig híres volt a erős társulat, a remek színészek összetartó ereje, de az elmúlt 15 évben én ezt csak fokozottan éreztem. Ugye többször poszton is sikerült díjakat elhoznunk, az elmúlt 15 évben 11 alkalommal vettünk részt az Országos Színházi Találkozón. Ugye ez mindent elmond erről az időszakról. Én úgy érzem, hogy ha ezeket a hagyományokat tovább tudjuk folytatni, akkor a 40. 45. is hasonlóan szép lesz. És hát komoly múltja van már a Vidor Fesztiválnak is, ami azt gondolom, hogy országos szinten megint csak egy rangot ad a Móricz Zsigmond Színháznak. Igen, hát ott is a 15. évfordulóról beszélünk. Ennek megfelelően a programot is úgy próbáltuk összeállítani, hogy emlékezetes legyen. Ez köszönhető a támogatóknak, akik ebben az évben sokkal inkább segítettek minket abban, hogy a programokat nívósabbá, magasabb színvonalra emeljük. Itt a Kossuth téri nagyszínpadnak a programja, ami kiemelkedő lesz. Rengeteg népszerű fellépőt láthat majd a közönség. A külföldieknél Bobán Márkovicsot emelném ki, a magyaroknál pedig Rózsa Magdit mindenképpen, de az összes többi fellépő én úgy gondolom, hogy nagy tömegeket fog megmozdulatni Nyíregyházán. És még a Korzó színpadra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. Ez egy majdnem új hely, színeddig mindig az első hétvége szombat-vasárnapján voltak fellépők, most a fesztivál teljes ideje alatt
15 óra és 18:30 között láthatnak különböző témákban fellépőket. A színházi téma, vagy a színházi előadásokról azért nem feledkezek meg. Nagyon jó előadásokat szedtünk össze, de sajnos már csak nagyon korlátozott számban kaphatók jegyek. Kik lesznek a zsűri tagjai? A zsűri tagjai a korábbi éveknek megfelelően zsűri elnökként Mak Károly, Karcsi bácsi. Nagyon örülünk neki, hogy elvállalta még, mert korábban jelezte, hogy egészsége már nem a régi, ugye így 90 év tájékán ez már nem meglepő. Hát nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egyáltalán még igen, eljön. Igen, tényleg nagyon örülünk neki. És a szokásunknak megfelelően az 5 civil zsűritag véletlenszerűen lett kiválasztva azok közül, akik jelentkeztek. Van közöttük orvos, közgazdász, marketing szakember, erdőgazdász, tehát mindenféle irányból sikerült kihúzni a neveket. Kírják Róbert, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és sikeres programokat kívánok. Én is nagyon köszönöm, várjuk a Vidor Fesztiválra a nyíregyháziakat.